Az iparosodás okozta klímaváltozás hatása érzékenyen érinti a mezőgazdaságot, a gyümölcs és növénytermesztőket is. A szélsőséges időjárási viszontagságok pedig új kihívások elé állítják a termelőket. A tavasz beköszöntével a kerti munkák ideje is eljött. Jelenleg a gyümölcsfák metszése, a gajak összeszedése és a takarítása feladat. Marcinkó Zoltán 2013 óta foglalkozik hivatásszerűen gyümölcsfa csemeték oltásával, nevelésével és értékesítésével. Sajnos mi is tapasztaljuk azt, amit a mediterrán országok már régebben, utóbbi években, hogy a tavaszi, késő tavaszi fagyok nagyon nagy kárt okozhatnak. A tavalyi évben is mínusz 8 fok volt április 15-e táján, ami ugye majdnem teljes fagykárt okozott az őszi barackoknál. Ez már a mi környékünkön, itt a Losonci állásban egymás után két évet is így érintett sajnos a fagykár. A termelő azt javasolja, készítsünk el paraffingyertyát, vagy tűzrakással is tudunk védekezni a fagy ellen. Az éghajlatváltozás a kártevők fejlődésére is hatással van, melyek ellen biológiai módszerekkel javasolt felvenni a harcot. Ilyen például a mulcsozás, amelynek során a talajt nem rothadó szerves anyaggal fedik be. A klímaváltozás lassításának érdekében viszont mi is tehetünk. Vannak olyan termesztési módszerek, amik kifejezetten a talajnak a vízmegtartó képességét növelik, meg a szerkezetét javítják, és ezek egyébként jó megoldás nyújthatnak akkor is, hogyha túl kevés az eső, meg akkor is, hogyha túl sok az eső. A kertben is nagyon sokat tehetünk, pont ezeknek a talajjavító technikáknak az alkalmazásával. Például segítjük a talajnak a szén megkötő képességét, és akkor ugye széndioxidot kötünk meg a légkörben. A klímaváltozás mindenkit érint, ezért közös ügy. Megfékezésének érdekében a környezettudatos életvitel kialakításával tehetünk a legtöbbet, mondja a humán ökológus.